Bede Anna tartozása Mind együtt ültek a bírák. Ott kün a köd neki nehezedett az idomtalan épületnek, s szinte összépszorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágokat. Minek is ide a virágok? A teremben nehéz, folytott levegő volt, ködmön és pálinka szag, s a legfelső ablaktáblán csak lassan lomhán forgott az ólomkarika. A bírák fáradtan dőltek hanyat székeiken, az egyik behúnyt szemeit, s kezét bágyattan leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését, a másik ásítozva dobolt írónyával a zöld asztalon, míg az elnök letolva pápa szemét orra hegyére, izzadó homlokát törlékendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanuk és vádlottak. – Van-e még odakün valaki? – kérdi vontatott hideg hangon a szolgától. – Egy leány – mondja a szolga. – Hagyj jöjjön be az a leány. Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. Üde légáramlat surrant be vele, mely szeliden meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat. A vastag ködön át, mintha egy sugár is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. Takaros egy teremtés, délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve fekete szemei szendén lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs. – Mi áradban vagy gyermek? – kérdi az elnök közönösen. Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt. A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli. Nagy az én bajom, nagyon nagy. Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben, elváltoztatva mindenkit és mindent. A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az ország bírói is odább nyájasan integet neki a néma farról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás elmondja az, csak hogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pluszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. Ó, a csúv kapocs! Ni lepattant, leesett. Milyen elbűvölő látványa, mint lehajol érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan a kegyetlen szürke fej az elnöké elfordul, csak a nagy, kövér kéz van kinyújtva az írás felé. Egy végzés, dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az iraton. Bede Anna felhivatik, hogy félévi évi fogház büntetését mai napon megkezdje. A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, hátra csúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vastag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha fehér lilion volt előbb, olyan most a szégyentől akár a bíbor. Ma egy hete kaptuk az írást, rebegi töredezve. Maga bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét, édesanyám pedig így szólt szegény. "Ered lányom, a törvény törvény, nem lehet velet tréfálni. Hát én el is jöttem, hogy kiálljam a félesztendőt. Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó tűzszemek nézik vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül. A törvény, törvény. Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringó szarkalábakat a fehér lapon, de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgazdaság védsége miatt félévi fogságra van ítélve. A bádokkarika őrült sebességgel kezd forogni bizonyosan szél oda odakünn, amint hogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna hideg borzongatást keltve besűvít a nyílásokon. A törvény törvény. A kegyetlen fej helyes lést bólint a túlvilági haragnak, a nagy kövér pedig a csengettyűt rázza meg a törvény szolgának. Kísérje ön el Bede Annát a fokházi felügyelőhöz. A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint görcsösen megmozdul, mintha szavakat keresne. Talán valami mondani valód van még? Semmi, semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok. Bede Erzsi, mert tetszik tudni a testvérnéném, az az Anna. Ma egy hetet temettük szegényt hisz akkor nem te vagy elítélve? Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem. De hát akkor minek jössz ide, te bolond? Hát úgy volt az, kérem, hogy mi alatt ez a dolga a király tábláján járt, meghalt. Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat a félesztendő miatt, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! De jó, hogy nem bírta kivárni, nem ezt várta. Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni. Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, megsiketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóvá teszünk, amit a szeretője miatt elkövetett. Mert nagyon szerette azt a kárton Gábort, miatta keveredett bűnbe azt gondoltuk hát, mit, gyermekem? Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a halóporában. Ne mondhassa neki, hogy adósa maradt, édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el helyette azt a félesztendőt. A bírák egymásra néztek mosolyogva. Milyen naív, milyen együgyű lány! Az elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg sárga kendőjével nem is annyira a homlokát törli, talán lejjebb valamit. Jól van, lányom, szól halkan és szeliden, hanem megállj csak, most jut eszembe. Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok, nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe. Lássák, lássák! Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendőhöz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Oda lép a lányhoz, megsimogatja gyöngéden azt a holló hajat a fején. Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eregy haza lányom, tisztelem édesanyádat, mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. Gondoltuk mi azt, suttogá, s a kis kezét szívéhez szorította.